A média stratégia a 2024 és 2029 közötti időszakra szól. A tervezetet a Magyar Nemzeti Tanács a keresztény értékrend nyomán építkező média tevékenységre alapozza, hangzott el Szabadka és Nagybecskerek után Újvidéken is. A stratégia számos javaslatot fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedések révén lehet színvonalassabbá tenni a magyar nyelvű tájékoztatást. Sarkalatos pont a kezdő és fiatal újságírók képzése. Különféle szakmai képzésekre van szükség, hogy fölkészítsük őket, mentorprogramokra van szükség, más szerkesztőségekbe elküldeni őket, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. Ezen kívül gondolkodunk egy nagy formátumú újságíró iskola indításában is, ehhez azonban a szerkesztőségek összefogására van szükség. A kisebbségi sajtó szerepe a tájékoztatás mellett az identitás megőrzésben, a nyelvművelésben és iránymutatásban is rejlik, hangzott el a közvitán. A 2029-ig kitűzött célok között szerepel a szakmaiság erősítése és továbbképzése mellett az archiválás fontossága, egy etikai kódex kidolgozása, valamint a médiumok fejlesztése is. Összességében a stratégiának az a lényege, hogy megmutassa, hogy melyek azok a fő csapásvonalak, amelyek mentén kellene 2024 és 2029 között közösen tevékenykednünk, annak érdekében, hogy megfelelő szakemberek, képzett szakemberek tájékoztassák a vajdasági magyarságot, ezzel is összekovácsolva az egész közösségünket. Az újvidéki közvitány a médiaházak vezető is felszólaltak, mindenekelőtt beszámolva a saját médiaházukban kihívásként megjelenő körülményekről. A tervezettel kapcsolatos írásos észrevételeket október 16-áig lehet eljutatni a Magyar Nemzeti Tanács e-mail címére. A stratégia megtalálható az MNT honlapján a www.mnt.org.rs oldalon.